Üdvözlök ismét! Mindenkit! Volt ilyen felvétel, jó régen már. Nem volt! Azért nem volt, mert az agykapacitás kezd csökkenni. Ez azért csökken, mert vannak ilyen hülyeségek. És nem megyek bele? Az a lényeg, mindig a fontos. És a lényeges. Az örök hit! Az örök harc! Ha nincs az meg, akkor komoly gondok lehetnek! Nagyon félek mindentől, jaj! Most ebben nem megyek bele most! Jön a következő. Tételeznék fel a helyzetet. Leci, legelején elmagyaráztam egy pár videóban. Nyáron még mi van a valóságban? Vagy lehet egy embernek minél többet kell uralnia. Minél több szervezetet. Nem egyet. Egyet csak a munkás akar. Egy darab legyen, hogy pion dolgozni. Ez a különbség a munkás meg a nem munkás között. Egyszerűen én is többet fogok egyszer irányítani. Nem csak egy darabot. Értedek mi az? Örülök annak, hogy van. Állandóan fel vagyok éve. Egy kurva tartó, két nap, egy három darab kurvátó megkeresi az egy hónapi fizetést. Még több, mint a dupla annyit. Ez van a valóságban. Szerbiában ilyen a helyzet. Vagy lesz ő rabmunkás, vagy lesz ő kurva tartó. Ez a rétegeződés. Na. És az a rétegeződés ide vagy oda. Vissza kell kanyarodni. Vissza felé. Voltam benet mutatva, mindig van legelején, legvégéig. És úgy kell elképzelni, hogy az adottat egy pár időben meg lett mondva, hogy a legkisebbet, a legnagyobbat is mi egyszerre csinálni. Mi tartsa vissza? Na most mi van? Semmi se. Tételezzünk fel egy sima kamerás. Kamerázgat. Nőket tart. Szervezeteket irányít. Terrorista szervezetei vannak. Benne a hatalmi szervekben. Vagy lehet ugyanaz egy ember. Simán lehet. Ez a különbség a munkás meg a hatalmi szervek közötti tagjai között. Értek a rétegeződési különbséget? Vagy talán mégsem. Tételezzünk fel a helyzetet. Elmész például kokain termelőnek. És azt mondja, akkor mennyire káros ez a kokain, a heroin, a füvezés, itt nem tudom micsoda. Hogy ez nem káros. Ez az egészség. Még a heroin is mind-mind az egészségnek a titkai. Most ne értse valaki félre. Nagyon sokan állítsák be, hogy ez mennyire rossz. De tudni illik, ez egy vegyület. Heroin. De van írva, miből is áll. Most ugyanígy el kell képzelni ezt a koronavírust is. El vagyunk, jaj, masz mindentől megvéd benneteket. Nem véd meg. Csak az a baj, nagyon sok gyöngép IQ szintű nem tudja felfonni, mi játszódik. Elkapják a vírust, az bennük marad. És milyen hatásai lesznek azután? Nem tudnak. Nem is akarnak. Mert csak egy a fontos. Az a fontos, legyen pénzecském. Legyen meg állandó, megbecsült, tévárhassatok. Na ez egy hülye hozzáállás. Számomra szégyen, hogy ilyen hülyéke voltam. Körülvéve, még mai napig is ilyenekkel vagyok. Hogy mind-mind. Az ördögnek a műve. Sinem mondta, az ördög lehet egy a mindenben. A játékhamisító, a prostinát tartó, hatalmi szerben, még terrorista tartó szervezet. Hogy érteni kell ezt, érteni kell ehhez.
Mert nagyon sokban nincs meg, ami máson még van. Megteheti. Lebér menni a másik szintre, és aztán a következő szintre hirtelen felugrik. Oda-vissza ugrálgat. Egyszer lent, egyszer fönt. Ezt nem tudják nagyon sokan elérni. Ezt tetti nem. Nagyon sokan, akik úgy vannak vele, nézik a virtuális világot, nagy valószínűséggel, mert nincsen nem többek, nem értenek semmi máshoz se, nem többek, mint a többi, azok nem fogják elérni. Csak folyton fogják nézni a tévét. A tévében láttam a sorozatot. Milyen filmet néztem? Nagyon jó volt! Most szóval, meg kell érteni ezt, hogy vannak olyanok, akik tudnak följebb menni. Akinek van hite! Van. És vannak olyanok, akik nem tudnak följebb jutni. Megállnak egy szinten, ott ragadnak! Várják az ünnepeket. Lesz-e karácsony, lesz-e új húsét? Hogy itt nem stíma valami. És én kitartok az mellett, hogy a kokainozás, meg a heroinizás, meg a füvezés sokkal egészségesebb, mint a virtuális világ. Össze nem, egyszerűen nem tud összeállni a környéknek a ide vagy oda megyünk, de mondja mova, már vannak ilyen terror szervezetek. Terroristák! Mindig van, akik fizetik. És mi van, hogyha ugyanaz fizeti, aki árulja játékokat? Feltört hackereket, illegális játékokat, víz, filmeket, sorozatokat. Csak annyi, hogy ti nem tudjátok, nincs ingyen. Ti nem tudjátok nagyon sokan megbecsülni a munkát. Tiszteletbe tartani a hackereket. Akik képesek feltörni a játékszervereket, filmeket kamerázni le, adni ilyen pornográfiát, nem tudjátok tiszteletben tartani őket. Nem veletek ki fognak cseszni jócskán, mert a munkás dolgozik, hova jut a pénz, a hackerhez jut. És ez jó! Ti annyit dolgoztok, amennyit akartok. Örültök annak a kevés pénznek, a javarészt visszakerül. Ez a körforgás. Mindig vannak azok, akik robotolnak. Mindent megkaptok, ha kell kurva, azt is megkapjátok, prostinátokat, mindent megkaphattok. És úgy kell képzelni, hogy ezt egy bizonyos egy darab pár szemétől mindent megbírtok kapni. Na, ezt hogy a fenébe csinálják? Mert értenek hozzá. Nem értenek, némelyik abban születik. Kicsit jobban lát a többiné. Értitek? Mitől is ne? Mindig voltak ilyesmik, voltak a hitben, most kicsit beálljunk a hitbe. Az öreg harcra! Iszlámba, vissza az időszámításunk előtt fel. A kedvencem, ha meg is haltok, mi lesz veletek? Az új modernban azt hiszitek, hogy nem lesz. Nincsen. Semmit. Ti egy aljak programozottak vattok. Talán azt hiszitek, nagyon sokan. Hitetlenek vattok. És mit történik a hitetlenekkel? Nem pokolba jutnak, még rosszabb fejeket is tudok annál. Ez van. Hogy tik nem hiszek. Se a tudományba, se a féreglyukakba. Titeket nem érdekel semmi más se. Csak az. Nyugodtan. Bebírom dolgozni az óráimat. És várom a karácsonyt. Most meg mi a fasz van? Hogy lehet várni? Innen ide vagy, oda nem érdekel. Egyik pár videóba beletartva rétegeződés. Vannak ilyen szinte. Tovább mennek! Tovább. És mindent! Tudnak ugrálgatni. Egyszer lent, egyszer fönt, egyszer lent, aztán sehol sem.
hogy meg lehet tenni. Meg lehet tenni! Ez a vírus is ki lett fejlesztve. Jó memóriám van, megjegyeztem! Ilyesmit így jegyzek. Vagy nekem ez örömet adott, hogy van egy olyan vírus, hogy 2001-ben mi nincs otthonyak. Nem fogtok! Egyszerűen hiába hiszitek azt, hogy megmenekültök tőle. Nem fogtok. Nagy valószínűséggel odesztek. Mi lesz velünk? Maszkot húzunk fel? Jaj! Mi lesz? Mi a fene volna? Nem lesztek! Lehet, hogy a túl is étek azt hiszitek, de ez benne marad a genetikátokban. Tovább roncsolódik! Nem tudjátok mi a hatása. Én tudom még a múltamban, hogy voltak ilyen férgek, belettek vetve. Nagyon szép idők voltak. Boldogan darabolhattam, de ebben is daraboltam, minden daraboltam föl. Nem fogtok megmaradni. Ezek a számok nem a valósághűt tartalmazza. És úgy kell képzelni, hogy már 55 ezeren van, és bennetek van a vírus. Mi lesz veletek? Mi volna? Vannak ilyen agyleépítések, mehettek fenne. Megváltozik a genetikátok. Az is lehet, hogy egy pár év után odesztek. 5-10 év után, 15 év. És már megvan oldva a probléma. Meg félnek, jaj, csippet ültetnek be. Nem fognak böltek csippet. Nem értjenétek, hogy elmutálódik egyszerűen a genetikát, szedi szét a DNS-eteket. Beleívódik. Mi van? Így jártatok. Azt hiszitek, hogy szükségetek van rá. Nincs rátok szükségetek. Bárkit már lehet genetikailag elállítani. Vicc, nélkül mondom ezt, régen is lehetett. Genetikáltal lehet embert létrehozni. Emberi szervezetet. Klónokat is lehet. Mi a fenének kellett ti? Feleslegesek vagytok. Hát, érteni. Itt van. Több mindenhez kell érteni, nem csak az adathoz. Én meg látom a mutat meg a jövőt. Én a jelenne nem törődök. Mert tudom, aki a jelenben él, az nagyon rosszul gondolkozik. Nagyon. Nagyon. Nekem az év mindegy. Egy valami, a munkás nem tudja megbecsülni a hackereket tisztelni. Feltörik a játékokat. Filmeket kaptok, pornográfiát, illegálisan cenzurázatlanokat. Oldalakon, vagy megérdemlik, hogy a vírus elvigye őket. Megérdemlik, jócskán. Akár itt gondolnak magukról. Hiába gyártsák 10-20 évig a robot alkatrészeket, ha egy idő után nem kellene. Nem tudnak arra gondolni, hogy mi fog a... hogy mindennek van következménye. Mi ez a vírusa is van, hogy átíródik kicsit a DNS-etek, 10-15 év után odél meg fogtok halni, nagy valószínűséggel. Mert nincs értelme annak, hogy sokat fertőznek most. Esetleg jó, megfertőződtök, aztán átíródik a DNS-etek, és 10-15 év után belehaltok. Ez így van, ez a valóság, nem pedig van a folytona tévénézés. Tévét nézek, tévét. Tévét nézek, tévét. Jaj! Ezt a filmet látta! Az a legnagyobb szégyen számomra, hogy egy időben én is lesüllyedtem arra, szinte, hogy online néztem vacsa a minőséget, meg is látszik a videó kameráinak a minőségében, hogy milyeneket is, milyen rossz minőségű a képe. Az azért, mert egyszerűen az agyamat tönkretettem, hogy megszokta a rossz minőséget, és egyszerűen olyan lett az agyam, agykapacitásom is lecsökken, hogy azt jónak látta. Befolyásolja a USA, használata megelőzte a tévénézést. Lesz még szó, van minden videóban ilyen szervekre való utalások, el vannak rejtve. A közmunkás nem tudja felfonni, mi a videóknak a lényeg. Nem tudja levonni, nincs kultúrája, hogy megértse. Következménye mindennek van. Köszönöm ismét a figyelmeteket, ez lett volna egy hatnak utáni livestream utánzat. Szevasztok!